A messzi hegyek zöld képe a tóban tükröződik vissza. Hirtelen egy csoport kenús töri meg a csendet, apró hullámok fodrozódnak a vízen. A sportolók praktikus mozgásai nyomán a csendes tó is élénknek tűnik. Vízisport kiképző bázisként a Csonghái tó gyönyörű környezete miatt sok sportolót vonz. Egy-egy kenú tűnik fel gyorsan, majd egy szempillantás alatt már messzire suhan el. Azért, mert a tó környéke nagyon kedvelt a kirándulók körében, több szárazföldi versenyszámot is inkább a tó mellett rendeznek meg. Például a Csinghái tó partján nemzetközi közúti kerékpárversenyt rendeznek rendszerint. A Csinghái-Tibet fennsík alacsony hőmérséklete és oxigénhiányos levegője arra kötelezi a sportolókat, hogy kipróbált legyen a tűrőképességük és az erőnlétük. Ám de ennek ellenére az alacsony hőmérséklet sem mérsékelheti a sportolók tó iránti lelkesedését. Télen Pekingben a tavak vize már vastagon befagyott. A korcsolya rajongók számára ez viszont a kedvenc időszak. Nem messze léket vájtak a jégbe. Néhány középkorú és idős a hideg vízbe ugrik, és elmerül az évszakkal ellentétes úszás nyújtotta örömökbe. A sportolók több színt hoznak a tavakhoz, és a tavak is csodálatosabbá teszik az életet.